én is erre akartam kihegyezni, meg kifutni, Pajzs Miklósa, no. Secretman, mint ugye, mint titok ember, ugyanakkor mint Sick Rat, én nem tudom az angol kiejtésben hát, ezt az árnyalatot, hogy mi a különbség a kettő között, de hogy igen, az egyik beteg patkány ember, a másik hát, másképp kell titok írni, ember. A Secret az titok, és akkor a Sick Rat. A Sick Rat, már úgy írod, akkor már beteg patkány, igen. Hogy, na, ő felkészült erre, hogy az áthallás az meg lesz úgyis, úgyhogy akkor mind a kettőt annyira sikerült, jól sikerült felépíteni az imidzsét, hogy ez a mai napig megmaradt. Tehát körülbelül hát, ugyanannyian ismerik most is. Bizonyos szempontból tényleg egy csúcs. Egy csúcs. Igen, csak... Milyen szempontból is? Tehát, hogy az amit az említett albumon van rajta, azt hiszem ez a ebben a dalban. Igen. Hát ezzel, amit művelt ez a csávú, te hívtad fel annak idején a figyelmemet rá. De igen, már nekem is feltűnt, hogy van ez a szám, hogy hébe-hóba hallod, de hébe-hóba, de hát azért, mert ugye nem azokat a frekvenciákat hallgattuk soha, de orvoszájba nyomták ezeket tényleg napi szinten ezt a számot, ezt az egy számot, és hogy hát nincs mese, ki kell, hogy mondjuk, hogy meghekkelte ez az ember, hát nem is az egész társadalmat, de széles tömegeket, ugye, ezzel a számmal. Hogy, hát ez biztos, hogy hát egy ez egy hatalmas zseni. És akkor ráadásul, ugye ő neki köszönhetően ismertem meg a korai örömöt, tehát azt tegyük hozzá, hogy bocsánat, most azért egy kis kitérőt muszáj tennem, mert ez most egy nagy, de ne felejtsd el, hogy hol, nem. Mert itt, nem, ez nem is kitérő, mert ez külön megjön a korai örömöt. Tehát szóval, hogy, mert amikor én összefutottam vele Budapesten a kedvenc kocsmánkban, ő is oda járt meg én, és akkor mondtam, hogy hát úgy szeretném meghívni, és akkor mondta, hogy figyelj, hát akkor ne engem, hanem inkább akkor a korai örömnek valamelyik ilyen kamara változatát, korai, aha. Akkor még nem is tudom, korai transmission, nem a transmission az későbbi, nem tudom, korai akusztik instrumentál, tehát hogy és akkor azt hiszem hatalmas. De a korai öröm volt az első? Igen, tehát a korai öröm, ők vannak tizen sokan, uh-huh. Ők voltak, nem sokan, itt megint el kell mondani, jó, hát a Kilián Zolival készítettem interjú, de most itt azért megint el kell mondani, hogy ők a magyar Prodigy, tehát amikor a Prodigy lemondta a koncertjét a Szigeten, és főidőben, este 8-kor, és nem tudták, hogy mi a francot csináljanak, ott volt a közönség. És akkor hirtelen valaki ugorjon be helyettük, és akkor kitalálták, hogy csak a korai öröm lehet számítani. És akkor így fölmentek a színpadra, és csináltak egy hatalmas, hatalmas koncertet, és örjöngés volt, és utána ők is ott az énekesük, a Vécsi Tibor ott általában fél óráig üvöltött, hogy mi vagyunk a Prodigy, mi vagyunk a Prodigy. Tehát ez egy óriási, tehát ilyen, és utána a következő évben, ugyancsak fő időben már saját jogon hívták meg őket a Szigetre. Tehát tehát olyan zenekar, magyar zenekar, akik a Szigeten két egymás követő évben fő műsoridőben a nagy színpadon vannak, ez talán példanélküli. Az igen. Tehát ők, akiket szerintem meg abszolút annyira, hát, annyira réteg zene, hogy szerintem alig ismeri őket valaki. Uh-huh. De talán a tankcsapda is volt, azt hiszem, többször így a... Aha. Na jó, de hát ők mondjuk tényleg ők a népszerű zenekar, de mondjuk igen. A korai örömet, tehát tényleg egy viszonylag szűknek mondható réteg ismeri. Igen, igen. Uh-huh. És szóval viszont nekem, amikor ő velük találkoztam, és amikor meghallottam őket először, hát én hátas dobtam, és akkor azt mondtam, hogy hát basszus, ilyen is van. És akkor ez úgy, hogy az elektronikus zene a népi hangszerekkel, meg a hagyományos dolgokkal, dobgitár, basszusgitár, úgy összekombinálva, és nincsenek benne sokat mondó szövegek, mert egy kibaszott hang nem hangzik el emberi szó, de amit akkor ezt hallgatod, akkor ott minden megtörténik. És szóval, na, igen, most ennyit szerettem volna mondani. Zoli, Viktor, Miki, bocs mindenkitől, a többiektől, akiket most nem soroltam, de szóval ezt szerettem volna elmondani, és ma, meg ugye tavaly előtt jelent meg a korai öröm könyv, az első 30 évükről. Igen.
és az nagyon-nagyon büszkévé, vagy boldog és megtiszteltetés számomra, hogy engem is felkerestek, és egy néhány dolgot, sőt, még a fényképet. Hát, írjál bele, vagy így, vagy igen, tehát elküldtem a szerkesztőnek, és akkor az megjelent benne, amit elküldtem. Ugye itt nálunk, ebben a teremben ők felléptek a korai Transmission. Ez a 2017-ben, tehát most már 5 éve lesz. 2017 őszén. Ez még a Woodstock előtt akkor. Ez a Woodstock előtt volt, igen. Ez a Reformáció 500 rendezvény sorozat keretében volt. Uh-huh. Akkor volt a Grabanc is, és a Grabanc hasonló műfajt képvisel, mint a... Tehát ott is van Doromb, tehát ennyiben hasonló, meg az is ilyen zúzós, meg ilyen, tényleg ilyen trance. De hát azért nem lehet összetéveszteni őket. Tehát... Még mint a VHK. Ugye, ez kicsit? Hát azért az szerintem más. De ott is megvan a transz, ugye? Igen. Meg hát a végén legalábbis, ugye elmentek ebbe az etnó irányba. Igen, amikor, igen. Tehát... Amikor már nem volt Grand Pierre Attila velük. Aha. Tehát az érdekes, hogy nem lehetne összetéveszteni egymással őket, nem, de mindegyik hihetetlenül eredeti. Hát most egyre jobban mennek elők is a elektronikus irányba, tehát most már korai elektrik, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de most ugyanígy kisebb felállásban turnéznak, tehát most szoktam látni, hogy hol fellép. Hát ha közelben van koncertjük, akkor azért megragadtam az alkalmat, hogy elmentem, amikor itt Gödön voltak egyszer. Ja, ott voltál Gödön, aha. Igen, a Gátőrház tetején ott volt a koncertjük. Na, ugye még ellenfelejtjük, csak egy picit a Pajzs Miklósra visszatérni, hogy volt ez a meghekkelés. Tehát, hogy igen, tehát a hát ezt érdemes csak pár szóval megemlékezni erről, mert ez egy akkora tényleg egy géniuszi tett, hogy ugye ebben a dalban mondom el a szívem üzenetét, tehát csak felidézni ezt a csodálatos szöveget, ugye Hoffi után szabadon nemhogy csókoltassa Lőrincze Lajos, hanem úgy pörög a sírjába, meg úgy, minden. Úgy beletéve az összes nyelvfelé. Úgy belerakva, igen, ami bunkóság felelhető. Tehát, hogy a meghágni ilyen módon, ilyen tőmondatokba belezsúfolni ennyi magyartalanságot, meg tehát a helyesírási szabályzatnak a felét megizélni, megerőszakolni. És mindez valami mulatós jellegű. És ebből igen, egy olyan számot írni, ami emlékszem, hogy abban az időben tényleg ezek a nagyon népszerű, nagyon közkedvelt, ilyen mulatós, meg ahhoz közel álló műfajok, de még... Anyám, mondj el értem egy imád. Igen, és akkor tehát ahhoz közel álló műfajokban még azok az effektek is, amiket alkalmaz, meg igen. annyira az összeszedte a legjavát, tényleg minden tekintetben. Hát a szövegközhelyek, a szövegközhelyeket, kezem, tehát ez a... Igen. És ez nagyon sok... Tényleg ez az izé, hogy mennyiszer visszaköszönt ez, hogy megtaláljalak, hogy lássalak. Rátaláljalak. Hogy megtaláljalak. Rátaláljalak. Rátaláljalak. És, de tényleg, ugyanígy tényleg az effektekig lebontva, amiket alkalmaz, hogy ami szinte statisztikából is lehetne jobban összegyűjteni, hogy arra az évekre jellemző, meg maga a klip, hogy az ő hangján ugye előadva, és akkor kiáll ez a csávú, ez a jó állású, jó vágású csávú, és akkor előadja, és akkor ő meg dobálja közben a feleseket. Ez mekkora, és akkor tényleg úgy megcsinál ezt a számot, hogy maga nyilvánvaló, aki tehát azokon az adókon hallott, ahol akiket ugye a nagy széles közönségben tényleg ez a réteg hallgatja, akik ezen nevelkednek. Akinek az külbemászó dallam és igen, az a szép tartalom és hát figyelj, hát biztos, tehát ezekben a
magyar tanulságokban biztos, hogy magára is ismer. Hogy hát most nem is így mondjuk, ugye, lássa, meg mit tudom én. És akkor tényleg elérni ezt a csúcsra járni egy ilyen számot tényleg ilyen módon, hogy így átverni egy tényleg akkora széles réteget, hogy most azzal, hogy ezt kimondtuk, most kicsit szarul érzem magam, ez valami csoda. Most ezt megmagyarázzuk. Én direkt akartam vissza... A verselemzést, tudod. Igen, de direkt akartam, hogy egy kicsit, egy pár szóval emlékezzünk már erről a tetről meg, hogy... Hát, ahol aki rendette. Igen, ez a hülye meg... Na igen, ez az. Hát pont arról van szó, hogy ki vette észre. Nem az a réteg hallgatta azokat az adókat. Reklámokra az jellemző, ugye? Reklámokra, hogy sokszor, hogy tényleg ez az undorító kereskedelem, hogy egyrészt, hogy agyon kell reklámozni valamit, hogy sokszor azt mondják ki valamiről, mondjuk egy termékről, vagy egy szolgáltatásról, ami pont az ellenkezője, tehát a legnagyobb hiányossága. Emlékszem, hogy ugye vannak ezek a népszerű adók, most már ugye FM-en jellemzően, de abban az időben is, hogy volt egy egyik legnépszerűbb ilyen rádióadó, ami tele volt ilyen szarral. És mindig bemondták, tudom én, 20 percenként, hogy XXXY rádió az igazi változatosság. és mi ment? Ugyanaz a szar. Egy nap hallottad, már visszajött benne már négyszer, ugyanazt a szart, ugyanazt a számot szó szerint, meg ugyanazt a szar kínálatot heteken keresztül. És akkor fél óránként tényleg be kellett mondani, hogy az igazi változatosság. Ja, várját, akkor hadd ragadja meg az alkalmat én. A YouTube csatornánkon igénytelen faszok beszélgetnek. Igen. Hallgassa ön is. Hát ragadunk egy kis igényesség magunkra. Szeretném, hogy ragadnánk egy kis igényesség. Igen, igen. A nézőktől, érted? Ja. Tehát mi a lájkokból, meg a megosztásokból kapjuk vissza az igényességet. Tehát legközelebb lehet, hogy már borotváltani és öltöny nyakkendőbe fogunk beszélgetni, bazd meg elés nélkül. Tényleg el is csak a te kezedben van, hogy mi lesz, hogy lesz. Érted? Na, én ezt szeretném, hogy ha ezt úgy értenénk, ugye? Tényleg nem akartam túlmagyarázni, de... De ez jó. De... Kellett. Muszáj volt, hogy... Igyel ennyi kellett. Muszáj volt. Most már ott tartunk, bazd meg, ebben a világban, hogy ilyeneket is meg kell magyarázni. Hát néha van, hogy mondok egy irónikus megjegyzést, és akkor néznek rám. És akkor rájöttem, hogy jó, bazd meg, ezt nem kellett volna. Benéztem. Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki észrevegye, hogy most viccelek, ki elővegyem a faszomat, mint Galla Miklós. Szerintem ő azért csinálta ezt, mert valószínűleg ő is azt vette észre, hogy itt most már ő bármit mondhat. Minden vicces, megtapsoljuk, énekelt és a saját nagyon hülye hangján. De hogyha előveszi, és még a bőrt is hátra, mert ezt a újságok meg is írtak, még a bőrt is hátra húzta rajta, azért nem kapta meg a karinti gyűrűt, tudod? Tudod. Na, tehát hogy lehet, hogy azt vette észre, hogy most már az inger küszöb, az kicsit lejjebb, vagy feljebb, vagy hova ment, nem is tudom. Valahol elment az inger küszöb, és akkor ilyet kellett csinálni. Na, csak nagyon, ha gondolod, ezt elfedem zenével, ezt a közjátékot, lehet, hogy nem érkezett az, amit most mondtam. Szerintem. Vagy belefér. Jó, tehát és én mondom, nem kell egyet érteni vele. Hát Galla Miklós, ugye, meg ez az egész lár, hát ugye Galla Miklós csinálta a Holló Színházat, de közben ugye benne volt a Lárkullában. És ő maga is, meg mindannyian, tehát valamilyen szinten zenéltek. Igen, hát a GM49 az egy, még a mi fiatalságunk idején az egy új hullám, hogy zenekar volt. Azt a betyárját. És Bajai zenekar volt. Ugyanúgy, mint a Prognózis. Prognózis. Azon a héten szerelt le a Vörös István, amikor én abban a laktanyában, ugyanabban a laktanyában vonultam be. Prognózis. Az igen. Még ott a laktanyában írt egy csomó számot, amiből később aztán volt, ami lemezre került, de ott még írt, ott még Hadirok néven Hadirok, igen. Alapította, és
Hát nem tudom, hogy oda bent titásokból maradt egyáltalán a prognózisban, meg későbbiekben nem valószínű, bárki társa, de amikor így összefutottunk koncerteken, vagy ott dolgoztam, vagy direkt elmentem a koncertjére, akkor én mindig megkerestem, és mindig elmondtam neki, és hát utoljára azt mondta, hogy most volt itt, most volt ott, otthon, azt mondja valamikor, és mert, ja, mert bajai a csávú, jó messzire vitték katonának. Azt mondja, az egész laktanyából már semmi nincs, el van dolgozó dózerról. Na mindegy. Ne, tudod, hogy tudták, hogy ne, ne tudjanak fel emléktáblát rakni. Ja, ja, igen, igen. Ja, mert az ilyen számokat megírt ott odabent, hát az akkor életéről, hogy nyúldomblúzja a harcászati kiképzés, meg ilyenek, meg egyéb dolgokat. Na mindegy, nem erőjünk ebbe vele, de szóval, hogy is, ja igen, tehát a egyrészt ugye Dolák Sali Róbert is, ő is benne volt, hát ugye Lár Andrásról nem beszélve. De Lár András már akkor is viccelődött, amikor még nem is a Kft-ben énekelt, hanem még a debreceni Pantarej. Pantarej, na, igen. Mert ugye Pantarej szintén ugye igen. A magyar progresszívnek az egyik csúcsa. Igen, tehát kibaszott színvonal a zene, és a szövegek azok meg hát szarrá nézett magam. De semmiféle szöveg nem volt ugye a zenéjükben, kivéve a lemezt. Kivéve a lemezt, az egyetlen lemezt, ami megjelent igen. Róluk, velük, és hát azon ugye Lár András első, úgy tudom, hogy az első lemez, ami énekel, meg gitározik is persze, és hát azon is viccelődik rendesen. Igen, tehát ezt el is mondta, több interjúban is tudod, hogy valami tanárnője mondta neki azt, hogy Andriskám, hülyeskedésből nem lehet megélni. Hát most már elmondanám neki, hogy csak semmi más nem csinál. Semmi más nem csinál az ember. Ja, hát mondjuk azért buddhista tanító is amellett, hát igen, amit, igen, vannak igen. Ilyen komoly dolgai is, de azokat is tudja úgy viccesen csinálni, igen, tehát nem veszi túl komolyan magát. Nagyon jó volt a 60. születésnapi buli a sportarénában, ott végig felvonultatták az egész életművét, mindenféle tevékenységét, volt egy kis rövid Kft. Koncert is, és ugye akkor volt talán először, amikor a Gallával újra egy színpadon voltak, mert volt, 11 évig nem álltak egymásra szóba, valami miatt haragban voltak. És interjúban, igen. Igen, és aztán újra akkor ott voltak együtt, tehát ez egy nagy emlékezetes dolog számomra. Minden ilyen szakításból az aztán előbb-utóbb úgy, vagy legtöbb esetben legalábbis ilyen nagy kibékülés lesz, meg ilyen látványos. Hát jó embereknél ez szükségszerű, ez elkerülhetetlen. Beszéltük talán Pataki Attila, meg Slavovicsnak, tehát amikor közös koncert, meg látványos kibékülés, meg ilyenek. A Deep Purple-nél is volt ilyen? Valószínű. Hú, hát ez nagyon érdekes, tényleg, hogy a Blackmore valószínűleg egy nagyon összeférhetetlen ember lehet. És összeverekedtük? Volt olyan is, de mondjuk többször is volt, hogy nem volt a Deep Purple, és a végül, tehát most már a Steve Morse már most nagyon nagy hosszú ideje, már nem tudom, 10-15-20 éve, nem tudom, most nagyon-nagyon régóta már ő a gitáros. Eleinte tudom, arra emlékszem, hogy ő is ilyen öniróniával, amikor először megjelent a színpadon, akkor így elkezdett ilyen más zenekaroknak a riffjeit, kezdte játszani ilyen Led Zeppelin, és akkor utána aztán a Smoke on the Water-t lett. Tehát, hogy én is el tudom játszani azért mellesleg ezeket, tehát hogy azért, mert nem én vagyok a Blackmore, ismerem. Tehát eleinte volt, de most már, amikor legutóbb itt voltak Budapesten, szóval akkor már semmi ilyenre nem volt szükség. Viszont Blackmore meg nagyon jót csinál, tehát most láttam, nem most, hát már is egy jó pár évvel ezelőtt, ilyen reneszánsz zenét, akusztikus gitáron kísér, egy nagyon gyönyörű hölgy, szerintem ő az a legutóbbi felesége lehet most, nem jut eszembe most a neve, mindegy, egy gyönyörű szőke hölgy, aki pedig hát ilyen fúvós hangszereken játszik, ilyen török sík, meg mindenféle mások, és nagyon-nagyon szép zenét csinálnak, tehát ilyen még rockzenei
feldolgozásokat is, és ilyen reneszáns stílusban adnak elő. Tehát ő egy nagyon-nagyon kreatív és tehetséges ember amúgy. De hát valószínűleg a Deep Purple meg hát mit te ment. Viszont nagyon érdekes, tehát az átjárhatóságról te is beszéltem már, hogy hát az, hogy például Ian Gillan volt, hogy a Black Sabbathban énekelt. Tehát ennél elképesztő és elképzelhetetlen valamit, de volt ilyen korszak. Igen. Amikor az Ozzy valamiért, nem tudom, kivált, vagy külön utakra lépett. Vagy az volt az a 10 év, amire nem emlékszik hát vissza. Ozzy Osbourne, nem is tudom. Már amikor múltkor, hogy beszéltük, hogy volt ez a billentyűk elkezdtek kísérletezni, már akkor már azt hiszem, vagy közben, annak az elején valahogy kivált is. Ki is volt a következő érdekes, na mindegy. De hát volt Coverdale is, volt a tehát velük, tehát abban azzal a felállással is hatalmas zenéket, meg albumokat csináltak. Akkor a Roger Glover is egy időben kivált. Tehát akkor, amikor a Gillan meg a Glover aztán egyszerre mentek el, és akkor lett a Glenn Hughes, aki énekelt is. Ja, tehát most a Deep Purple-ről beszélsz. Igen, igen. Ja, bocs. Na, csak a Black Sabbath. Tehát a Burn például ebben a felállásban készült. Ebben a felállásban, amikor a Coverdale énekel és a... És ja, a Coverdale, azt tudom. És az... csak az előbb meg az izé, a Black Sabbath. Ja, a Black Sabbath, hogy Osborne kivált, csapom. Hogy Osborne Dio, vagy hogy hívták? Ja, Ronnie James Dio, igen. Volt ő is a Black Sabbathban. Ő énekelt utána. Igen. Uh-huh. Igen. De hát most, amikor itt volt a Budapesten, akkor már Ozzyval voltak itt. És uh-huh. Hát nem tudom, ez nekem akkora élmény volt, ezt nem tudom elmondani, hogy milyen. És az úgy átélni, tudod, azt a rockzenét, ami egyébként, mikor kamaszkoromban ilyet meghallottam, akkor azt éreztem, hogy tehát ahogy te a gyerekkori képet, hogy így kell hallgatni, nekem ugye az nyilván az, hogy akkor szétszakít, de ezt nem tudom mozdulatokat kifejezni, mert attól, hogy ugrálok, vagy nem tudom bármit csinálok, az nem fejezi ki azt. Tehát itt szétszakít minden, szana széjjel szétbasz az univerzumba, és úgy, és akkor ezt úgy, hogy ülve, érted? Ültem a így ülőhely, így, és így ültem, és így hallgat. De, így belül... de ez nem az volt, amikor a rendőrök nem engedtek fel állni. Nem, az a Uriah koncert volt 82-ben. De ez most volt, mikor 16-ban volt a Black Sabbath itt, vagy nem is tudom. Tudom, hogy azt a turnét... Most már olyan sűrű jön. Annak a turnék az volt a címe, hogy The End. És nem is fejezték már be. Vég. Igen. Nem értek a végére. Azt hiszem Magyarországon kezdték? Nem ez volt az első, nem tudom. De tudom, hogy az első koncertek között tartozott a budapesti, aha, tehát nagyon-nagyon... Európai turné. Igen, és akkor valahogy nem értek már a végére, tehát ilyen, lehet, hogy Ozzy sem volt már annyira jól, aztán azt mondták, hogy adjék, semmi, menjünk haza. Tehát, hogy azt még meghallgatni, az igen, azt mondtam, hogy elcsíptem még a végét annak, amit gyerekkoromban még úgy néztem, mint hogyha mit tudom én most, nem tudom mi ez. Elképzelhetetlen lett volna, hogy ez... És akkor ott látom őket. Ilyen koncertekre eljutunk. Igen, igen. És akkor 80-as években egyszer csak elkezdődött, hogy tudod, egyre többet meghívnak, egyre több ilyen nagy zenekart. Igen. Hát igen. Valami végszót. Valami végszót mondjuk már ehhez. Hát elmentünk ebbe a viccelődés irányba, mert ez egy nagyon jó kedvű műfaj, ez a Purple, vagy a egyáltalán a rock. És kimeríthetetlen, tehát és kimeríthetetlen, most azt hiszem, hogy még eszünkbe jutnak, ha csak egy előadó, akit most milyen alapon nem említettük meg, de millió van még, akiket kéne említeni. Igen. Tehát szerintem, hogy csak... Ez a Pajzs Miklós, ez nagyon jó, hogy... Annak örülök neki. Én is erre akartam kihegyezni ezt a részt, de... Meg hát ez az önirónia, meg egyáltalán ez az élethez is mennyire kell, hogy az ember tudjon magán röhögni. Ez is mennyire benne van a rockban. Csak tanulhatunk tőle. Igen. Talán ez jó végszó. Igen. A rockzenész holtig tanul. Igen. Sőt, még utána is. Még utána is.